Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit, ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben így megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk Önöknek mai műsorunkban. Az ötödik mérkőzés dönt majd a Nyíregyháza és a Békés Csaba között. Egy pontra van szükség az NTK-nak a Szuperligába kerüléshez. Karcagi győzelem született a Centrum futsalkupa országos döntőjében. Vereséget szenvedett Kecskeméten a nyíregyházi kosársuli. Két győzelemmel és három vereséggel zártak Poregyben a Móricz röpisei. Kilenc intézmény több mint 100 tanulója vett részt az integrált sport találkozón. Az ötödik mérkőzés dönt arról, hogy a Nyíregyháza vagy a Békés Csaba jut be a női röplabda extraliga döntőjébe. Az elődöntő negyedik mérkőzésén a Békés Csaba hazai pályán 3-1-re verte Hollósy László együttesét, így 2-2-re áll a párharc. Sajnos ez egy fájó pont lesz az életünkben, de hát sajnos ilyen a sport, vagy nem sajnos, talán ettől ad a szurkolóknak olyan csodálatos élményeket és emóciókat. Mi nyilván játékosok, illetve edzők ezt kicsit nehezebben éljük meg, ha ilyen velünk történik. De hát ez az élet, visszakanyarodva a mérkőzésre, én úgy gondolom, hogy ugye amennyire mondjuk lehet azt mondani, és a Békés Csabaiak mondták, hogy a harmadik mérkőzést ők uralták, hát ez a mostani mérkőzés meg pont az ellenkezője volt. Tehát én úgy gondolom, hogy egészen a második játszma végéig, 23-20-ig a mi akaratunk dönt érvényesült, és tényleg már talán az volt a fejünkben, hogy 23-20-nál, hogy ha 2-0-ra vezetünk, akkor onnan már nem állíthat meg senki minket. Ennek ellenére a negyedik játszmába visszajöttünk, tehát ugye gyakorlatilag 24-17-nél már mindenki úgy gondolta, hogy akkor készülhetünk az ötödik játszmára. Hát sajnálatos módon egy rövid zárlat volt a csapatnál, de én azért mondom, mindig szoktam mondani a játékosaiknak, hogy ez a múlt, ezt félre kell tenni, és tényleg meg kell mutatni, hogy fejben igenis erősek vagyunk, és hétfőre kell most már koncentrálni. Sok idő nincs a most már tényleg mindent eldöntő mérkőzésig. Mit lehet ilyenkor tenni egy szakmai stábnak, hiszen, amint említette, talán inkább a lelkekkel kell foglalkozni, nem is a fizikai vagy taktikai felkészítéssel. Így van, én úgy gondolom, hogy nyilván a medical stáb most szépen elvégzi a testnek a karbantartását. Nekünk a Horváth András kollégámmal meg elsődlegesen a lelkeknek az ápolása következik. Tehát egy testi-lelki masszást kell most alkalmazni a játékosoknál. Valóban már ugye azért lassan a 10. mérkőzésünket játszok a Békés Csaba ellen, tehát taktikailag nagy módosításokat nem lehet eszközölni. Nyilván leszűrjük a tapasztalatokat, hogy miért történhettek ezek a rövid zárlatok, és ezt megpróbáljuk kiküszöbölni a következő mérkőzésre. De elsődlegesen, ahogy említetted, valóban most mentálisan kell összerakni a csapatot. Sokat fogunk most beszélgetni a lányokkal. Mi dönthet az ötödik meccsen, ilyenkor már apróságok is számítanak, mennyit jelentett a hazai pálya, a hazai közönség? Nagyon jól esett nekünk, hogy a nyíregyházi szurkolók, akik elkísértek minket, gyakorlatilag a csarnok előtt megvárták a lányokat, megvárták a stábot, skandálták a nevünket, és tényleg ez egy nagyon jó érzés, hogy nem hagynak minket cserben, és tényleg a nehéz pillanatokban is mellettünk állnak. Úgyhogy ez nagyon jó érzés. Sokat járom a várost, ugye nyilván a kisfiam is ide jár az óvodába, és emberek megállítanak az utcán, illetve ugye most már ott tartunk, hogy a óvónénit meg a dadust is sikerült kihívni az előző mérkőzésre, úgyhogy egy kicsit az az érzésem, hogy és ezt jó kimondani, hogy kezd egyfajta röplabdalász kialakulni Nyíregyházán, és ez talán annak a munkánknak az eredménye, amit elvégeztünk, tehát ugye amit mi ígértünk évelején, hogy nem tudjuk azt garantálni, hogy mindig nyerni fogunk, de hogy mindig oda tesszük a lelkünket és a testünket a győzelemért, ezt mindig megígérhetjük. Most tényleg egy nagyon fontos mérkőzés jön hétfőn,
és tényleg nagyon szépen megkérjük a szurkolókat, hogy most nagyon sokan jöjjenek ki. Tehát én már sokszor mondtam azt, hogy egyszer az álmom az, hogy a Continental Arénát azt teljesen megtöltsék a szurkolók. Erre most itt az idő. Tehát hétfőn ki kell jönni, és tényleg egy olyan atmoszférát teremteni, hogy itt senki más nem gyűjtse, csak a Nyíregyháza, és ezt együtt meg fogjuk nyerni. Én miután ott a szurkolók, ugye említettem, hogy ott voltak, meg is ígértem nekik, hogy hétfőn meg fogjuk ezt a mérkőzést nyerni nekik. Egy pontot kell szerezni az NTK-nak ahhoz, hogy megnyerje a bajnokságot, és visszajusson a Szuperligába. A nyíregyházi tekézők közül négyen az elmúlt hétvégén Szegeden a vidékbajnokság országos döntőjében léptek dobóállásba. Négy játékosunk jutott tovább a területi egyéni döntőről ide a szegedi országos vidékdöntőre. Közülük is a Hakker Dezső 564 fája az egy jó teljesítmények mondható, míg a Magyósi Péter 558 fája is megközelítette ezt. Mellette még a Szolyka Miklós, illetve a Fehér Béla lépett dobóállásba, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ennyire egy házjátékos sem jutott tovább a országos nagy döntőbe, ugyanis 571 fával lehetett a 11. helyen tovább jutni. Hozzáteszem, hogy Hakker Dezső a 13. helyen végzett, és így a második számú tartaléka az országos nagy döntőnek, de úgy gondolom, hogy erre valami kevés a esély, hogy bárki visszalépjen sérülés vagy betegség miatt, így azt kell, hogy mondjam, hogy idén most sajnos nyíregyházi játékos nélkül rendezik majd a kazincbarcikai országos döntőt. Hogyan teltek az elmúlt napok annak tükrében, hogy egy lépés válaszja a csapatodat, hogy visszakerülni a Szuperligába? Mondhatnánk, hogy az első egy-két hét egy kicsit gyengédebb edzésmunkával telt, egy kis pihenés kellett, mert elég hosszú volt előtte, szinte megállás nélküli volt a bajnoki menetrend. Most egy kis pihenést azért kaptak a játékosok nagy része, már akik nem az egyéni döntőre készültek, de hozzáteszem, hogy ezen a héten mindenki teljes erőbedobással készül, mindenképpen már csak egy pont vagy egy két pontos győzelem szükségeltetik ahhoz, hogy most már matematikailag is bajnokok lehessünk, a függetlenül az utolsó bajnoki mérkőzésünktől, ami majd Egerbe lesz. Úgyhogy mindenképpen, mivel az utolsó helyezett fővárosi vízművek látogat el hozzá Nyíregyházára, itt csak is a győzelem lehet a kérdéses, annak az aránya, de mint mondottam, nekünk már az egy pont is elegendő lesz, bár bízom benne, hogy nem egy kieső jelölt csapat ellen fogunk hazai pályán betlizni, úgyhogy mindenképpen úgy gondoljuk, hogy most be tudjuk biztosítani majd a jövő évi szuperligás tagságunkat. Jelent azért ilyenkor gondot egy picit az a nyomás, ami azért, ha tudat alatt is ott van a játékosokon? Én úgy gondolom, hogy nem. Főleg azért nem, mert egy könnyedebb mérkőzésre van kilátás, ugyanis az ellenfél sajnos nem fogja már jövőre erősíteni az NB1 mezőnyét, úgyhogy tényleg majdnem azt mondom, hogy osztályi különbség, vagy majd, hogy nem két osztályi különbség van már a két csapat között. Ezt a hazai mérkőzést nyugodt játékkal, ahogy eddig is tettük, be kell húzni, és igazából utána kezdődhet majd az örömtánc. Karcagi győzelem született a Centrum Futsal Kupa országos döntőjében. A sport, a mozgás, a teljesítménykényszer az ugye az életünk részévé vált. És akkor, amikor megalakultak a szakképzési centrumok, és túl voltunk egy viszonylag sikeres Európa-bajnokságon, akkor a kollégáimmal egy asztalán ülve azon ötleteltünk, hogy lehetne ezt a lendületet egy kicsit áthozni a mi rendszerünkbe is. Ugyanis a szakképzés mindenki úgy írja le, hogy jó, szakmunkás. És akkor ezzel be is fejeztük. Egészen másképp gondolom. A sport az sok mindenre megtanít. Hemingway mondta azt, hogy megtanít tisztességgel győzni és becsülettel veszíteni. Hogyha már ezt a két alapértéket tudjuk közvetíteni a gyerekek felé ezzel a rendezvényen, akkor már szerintem sok mindent tettünk. És az is kérdés lehet, hogy miért futszál? A futszál az nem kis pályás foci, nem nagy pályás foci, egészen más szabályok vannak, sokkal fineszesebb, fejben gyorsabb és intelligens játékosokat kíván. Én azt gondolom, hogy a szakképzés jövője abban áll, és azon áll vagy bukik, hogy tudunk olyan gyerekeket nevelni és adni a gazdaságnak szakemberként, akik ezekkel a tulajdonságokkal rendelkeznek. Gyors gondolkodásúak, gyors felfogásúak, szívük eszük a helyén van, döntéseket tudnak hozni gyorsan és jó döntéseket. Hogyha ezzel hozzá tudunk járulni a személyiségfejlődésükhez, akkor megint csak tettünk azért, hogy sikeres emberek legyenek. Yeah.
Ez a torna minden évben októbertől áprilisig, májusig tart. Több elődöntő győztesei jutnak ide az országos döntőben. Októberben, novemberben minden területen, minden szakképzési centrum, ugye 44 van jelenleg az országban, a saját iskolái között rendez egy körzeti bajnokságot. Ha annak a győztesei jutnak a megyei döntőre, a megyei döntő győztesei jutnak a regionális döntőkre, általában ezt 3-4 megye adja. Úgy próbáltuk összeválogatni a 3-4 megyét, tehát a régiót, hogy a földrajzi közelség volt az elsődleges szempont. Ne róljon túl nagy költséget a centrumokra, illetve a szervező intézményekre. És a regionális győztesek, 12 régiót alakítottunk ki az országban, ők jutnak ide, az országos döntőbe, Nyírbátorban. 3 éve már sikeresen működik ez a rendezvénysorozat, tehát azt igazolja, hogy erre igény volt. Csak centrumos iskolák vehetnek részt benne, szakgimnáziumok, szakközépiskolák, tehát ahol valamilyen szakmai képzés folyik. Első évben 140 csapatunk volt jelentkező, második évben 156, most a harmadik évben elértük a 160 intézményt, úgyhogy mondhatni, hogy az ország nyugati részétől a keleti végekig 160 iskola bekapcsolódott, hallott a Máté Szalkai Szakképzési Centrumról, hallott a Bethlen Gábor Szakgimnáziumról, ami Nyírbátorban van, és hál' Istennek a lelkes testnevelőknek köszönhetően körülbelül 3-4 ezer gyerek aktív sportolásához tudunk ezzel hozzájárulni. Ez a legnehezebb házigazdaként a mi csapatunknak szurkolni. Első évben nem sikerült a bejutás, de nagyon küzdöttek a gyerekek. Második évben sikerült bejutnunk a regionális döntőből az országos döntőbe. Akkor úgy éreztük, hogy nyugtattuk magunkat, hogy a házigazda az udvariassága miatt jó lesz nekünk a 12. hely. Az is nagyon nagy dolog, hogy a 156 csapat közül 12-ek lehetünk, de ezek a gyermekek felszántották a parkettát, lehet azt mondani. Mindent megtettek a győzelemért. 6. helyen végeztünk, tehát a középmezőny közepén. Most mindenhol szinte cson nélkül jutottunk tovább. Pest közelébe Dabason megrendezett nagy futszálbajnokságról elhoztuk az aranyérmet, a Vándorkupát. Úgyhogy nagyon nagy reményekkel indultunk. A sorsolás nem a legszerencsésebb számunkra, de bízunk a gyermekeinkben. De a testnevelők is, és én is azt mondtam nekik, hogy terhet mi csak leveszünk róluk. Az, hogy eljutottak idáig, gyönyörű. Azt kívánjuk, hogy játszanak élménnyel, óriási lelkesedéssel, nagyon sportszerűen, és olyan alázattal, mint ahogy eddig tették. Mi már így is nagyon büszkék vagyunk rájuk. Mondhatjuk, hogy mi vagyunk az egyedüli csapat, aki kiharcolta harmadszor a döntőbe jutást, és úgy is készültünk, hogy jó lenne ide visszatérni. Ez egy nagyon jó kezdeményezés. 2 évvel ezelőtt, amikor megkérdeztek, akkor is elmondtam még a legelső alkalommal, hogy bízom benne, hogy ez odáig felfut majd, hogy minél több iskola fog jelentkezni, országosan is, tehát nem csak olyan régiók lesznek, mint mi, Győr-Moson-Sopron, Vas és Komárom-Esztergomból, ahol 20-nál több csapat jelentkezik, hanem mondjuk Zalából is jönnek. Mi szívesen jövünk ide vissza. Hát ha mondanám, hogy hazatérünk, akkor ez kicsit erős lenne, de úgy várnak minket itt, mint akik már jó pár alkalommal itt letették a névjegyüket, úgyhogy ez nagyon kedves és nagyon profi szervezés van itt, nagyon szívesen jövünk ide vissza. Ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy téli időszakban, tehát mondjuk azt mondom, hogy novembertől márciusig, így április elejéig a futszál, előtte tavasszal, meg ősszel, meg a Fair Play Cupon, ami ugye kint van a szabadban, tudnak ezek a gyerekek, akik alapvetően nem labdarúgók, hanem lehet, hogy kézilabdás, teniszező, birkózó, ebben a sportágban is sikerélményeket szerezni, mellette pedig csapatépítő jellege is van, úgyhogy én azt gondolom, hogy amennyire lehetett, fölkészültünk, sose lehet az ember elégedett, mert jó pap is voltunk tanul, de bízom benne, hogy arra elég lesz, hogy végre egyszer a
a tudásunknak, meg a befektetett munkának megfelelő eredmény jöjjön. A Bercsényi végül a második helyen végzett a győztes Karszaki Szakképzési Centrum Varró István szakgimnáziumának csapata mögött. A harmadik helyet a miskolci Szemere Bertalan szakgimnázium együttese szerezte meg. Vereséget szenvedett Kecskeméten a nyíregyházi kosársuli Farkasinszki Gyuláni együttese 76-57-re kapott ki a hazaiaktól. Amikor elindultunk Kecskemétre, tudtuk, hogy az a terem, az szerintem alkalmatlan arra, hogy itt amatőr NB1-es mérkőzéseket játszanak. Hát ott van az oldalvonal, tehát a játékvezetőknek sincs egyébként könnyű dolguk, mert szerintem nem látják át a mérkőzésenél azokat a dolgokat, amit át kellene látni. Na ezek mellett ugye kaptunk két olyan játékvezetőt, akik nem arról híresek, hogy majd a fautot fognak fújni a mérkőzésen, de ezt amikor elindultuk is tudtuk, ettől függetlenül, tehát nekünk nagyon sokat kell még ezen a téren fejlődnünk, hogy képesek legyünk ezt az öldöklő, sok esetben inkább a rögbihez hasonló dolgokat, szituációkat megoldani. Azok, amiket elterveztünk, semmilyen szinten nem jöttek be, tehát nem jöttek be a kinti dobásaink. A védekezésünk nem igazán úgy működött, ahogy azt szerettük volna. Annyi, hogy az egész más letámadás ellen aránynak sikerült jól megoldanunk a dolgokat, és abból most nem volt az nagyon sok eladott labdánk, mint ami az előző mérkőzéseken azért jellemző volt a csapatunkra. Hát hiányzott egy igencsak stabil, masszív ember a palánk alól, ami ugye most sajnos nem volt meg, és hiányzott az a strambele való irányítónk, aki ugye fazont adhatott volna ennek a játéknak, sajnos ez nem volt, így teljesen mindegy volt, hogy milyen védekezéssel próbálkozunk, annyi 3 pontot kaptunk, ami szerintem másik 5 mérkőzésen nem kaptunk még eddig. Ez a nap sajnos ilyen volt, kikaptunk, nem jó szájízzel jöttünk haza, de hát ez van, bele kell, hogy törődjünk. A biztos bennmaradáshoz még győzelmekre van szükség, ismét nehéz mérkőzés következik, hiszen a minden szempontból rivális Debrecen otthonába kellene egy újabb győzelmet begyűjteni. Milyen esély van rá? Az igazságnak innentől kezdve már csak nehéz mérkőzéseink vannak, tehát hogy mi azokat a mérkőzéseket, amik is igazából nyerhető mérkőzések voltak, tehát amivel azt mondtam, hogy körülbelül ugye az a korosztály játsza, amit a mi csapatunk is képvisel, azokon már túl vagyunk. A Debrecenről ugye tudni kell, hogy azért itt rutinos játékosokról van szó, és ugye itt megint attól függ, hogy ők kit játszhatnak és kit nem játszhatnak, tehát hogyha mindenkit, akinek játékengedélye van el az évre, abból ők mindenkit pályára küldenek, akkor ugye ott egy olyan rangidősek ellen kell játszanunk, amit idegenben nem biztos, hogy meg fogunk tudni oldani, ettől függetlenül nem adjuk föl, minden tekintetben azon vagyunk, hogy megpróbáljuk mérkőzést nyerni. Na most ez ugyanegy nagyon nehéz mérkőzésnek ígérkezik, aztán meglátjuk, készülünk ellenük, aztán sikerül jó, ha nem akkor lesz, ami lesz, akkor a többi csapatra bízzuk a sorsunkat, hogy ők milyen eredményt fognak elérni a következő mérkőzéseken. Két győzelemmel és 3 vereséggel zárta az ISF U15-ös világbajnokságot a horvátországi Porecsben a nyíregyházi Móricz Lány röplabda csapata. Boraszki Gyuláni együttese a 13. helyen végzett a 15 csapatot felvonultató mezőnyben. A sorszeszélye folytán olyan erős csoportban kerültünk, hogy nagyon nehéz lett volna a továbbutás, bár a kezünkben volt, de mégsem sikerült, hiszen a Kína, az Ukrajna és a Hollandia egyes számú csapata ellen kellett megmérkőznünk a jobb helyezésért. A kínaiak azok nagyon magasan, tehát ők lettek a világbajnokok, magas szinten röplabdáztak, tehát ott csak tanulhattunk, de a holland és az Ukrajna meccs ez alakulhatott volna másképpen is, hiszen 13-10-en mi vezettünk a hollandok ellen, és sajnos kiengedtük a kezünkből a mérkőzést 16-14-nél. Ugyanez megismétlődött az Ukrajna ellen is, és így, mivel nem volt keresztjáték, így csak a 13-15. Helyért tudtunk játszani. Ott a Nepál és az Azerbajdzsán csapatát sikerült legyőznünk. Azt gondolom, hogy büszkének kell lennem a lányokra. Tisztességesen helytálltunk a helyzethez képest, hiszen játszottunk 2 nagyon szoros mérkőzést, ami a későbbiek folyamán hasznunkra válik, és nyertünk 2 mérkőzést. A Kína ellen meg úgy gondolom, hogy
ez volt a realitás. Úgy gondolom, hogy tanulságos hét van mögöttünk. Mi szakmailag rengeteget fejlődtünk. Mikor lehetőségünk volt rá, barátságos mérkőzéseket játszottunk Kínával, az észtekkel, az Azerbajdzsán csapataival. Itt is nagyon sok tapasztalatot szereztünk, és nem beszélve arról, hogy sikerült olyan baráti kapcsolatot létrehozni, hogy már most bejelentkezett nemzetközi Móricz kupára a spanyol csapat, és hát nem tudom, hogy jön össze, de a kínaiak meghívtak bennünket Pekingbe, és ők is vissza szeretnének jönni a Móricz kupára. Ezt megerősítették most a gyerekek is, hogy már az edző kihirdette nekik, és folyamatosan csetelnek egymással, hogy és beszélgetnek az elmúlt hét eseményeiről. Azt hiszem, hogy a gyerekeknek egy életre szóló élményt nyújtott ez a világbajnokság, mert olyan élményekben volt részük, ami úgy gondolom, hogy ez valóban egy életre szól. Gondolok itt a nemzeti estre, amikor minden ország felvonultatta a saját országára jellemző hagyományokat, és hát ez egy külön élmény volt a gyerekek számára, hogy a standokon körbe-körbe jártak is, és boldogsággal töltötte el őket, mikor sikerült nekik egy-egy cserére, vagy egy-egy fotóval, folyamatosan fotózkodtak a különböző nemzetiségű csapattársakkal. Aztán az utolsó este is mély benyomást tett rájuk, hiszen itt mindenki pólót cserélt, többek között én is. Tehát az edzőknél is elindult ez a folyamat, és azt hiszem, hogy ez olyan nemzetközi kapcsolatok ápolását mélyítette, aminek még a továbbiakban lesz folytatása. A pályán kívül is voltak rendezvények, volt egy olyan nap, ahol bemutatkoztak a részvevő nemzetek. Ott hogyan állt helyt, ha lehet így mondani, a Móricz? Úgy, ahogy elterveztük, elképzeltük, természetesen ez kellett egy támogatói háttér, és tisztelettel meg kell köszönnöm minden támogatónknak, aki hozzájárult ahhoz, hogy a nemzeti bemutatkozó délután nap az sikeres legyen. Egyáltalán a csapat részt vehessen a világversenyen. Dr. Szabó Tünde államtitkárasszony hadhatós támogatása révén a megyei közgyűlés elnökének támogatásával a nyíregyházi tankerület szintén hozzájárult a felszereléshez. A sportcentrum adta az utazáshoz a lehetőséget, a kereskedelmi és iparkamara, az agrárkamara a bemutatkozó esthez járult hozzá hadhatós segítségükkel. Én úgy gondolom, hogy sikeres volt a bemutatkozás. 9 intézmény, több mint 100 tanulója vett részt azon az integrált sporttalálkozón, ahol speciális képzést igénylő fiatalok általános iskolás társaikkal alkotott közös csapatokban versenyeztek egymással. Több mint 10 éve szervezzük közösen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Diáksport és Szabadidősport Egyesülettel közösen az integrált megyei sportversenyünket, amelynek ez a mai rendezvénye, mondhatom azt, hogy a legtöbb versenyzőt hozta, hiszen 9 intézményből vesznek részt tanulók, sportolók ezen a mai rendezvényünkön. Úgy állítottuk össze, hogy az eddigi hagyományos versenysportágaknak is helyet adtunk, ugyanakkor egy újszerű sportágat szeretnénk a tanulókkal megszeretetni, úgymond, és kipróbálják magukat, hogy ez egy küzdő koordinációs kondicionáló, hát feladatokkal összeállított verseny, lehet azt mondani. Ez a Ninja Warrior Kit, hiszen ennek előzménye van. Az a kollégánk, aki a Bácsi Gusztáv Általános Iskolában nevelőtanár, Vég Zsolt a fiával, Martinnal, 2017-ben
a Ninja Warrior Hungarin vettek részt, és lehet azt mondani, hogy a hatodik rostán estek ki, de nagyon nagy elánnal küzdöttek, és most ide olyan feladatokat hoztak, amiket a gyerekek meg tudnak oldani, ugyanakkor ki tudják próbálni, fogják látni azt, hogy mik azok a feladatok, amikben ők nagyon jók, tudnak teljesíteni, értékelni fogjuk őket, és nagyon nagy örömmel, lelkesedéssel vettek részt nekünk már előzőleg, ugyanilyen gyerekek a nyáron. Szerveztünk egy EFOP-os pályázat keretén belül, Nyírkarászba, Leveleken és Tiszaeszláron ehhez hasonló versenyt, és Zsoltiék decemberben pedig egy megyei versenyt rendeztek a 400 gyerekből válogatottan 30 fővel, és azért ez nagyon nagy öröm és megtiszteltetés nekünk, hogy a szülők hozták el ide a gyerekeket, és a mai rendezvényünknek még tehát a további versenyszámait szeretném akkor elmondani, hogy asztali tenisz versenyben az egyéni verseny lesz, és kispályás, tehát terem labdarúgó torna is. És akkor elmondanám, hogy az intézményeket, tehát a Gárdonyi Géza általános iskola levelekről hoztál a csapatát, 12-14 fős csapatokat jöttek el. Ópályi általános iskolából, Magyarról, a Váci Mihály általános iskola, Nyírkarász, aztán a házigazdánk, ugye, a gyulaházi iskola, és három nyíregyházi általános iskola, ahol mondhatom, hogy esen is, tehát sajátos nevelés igényű tanulókkal jöttünk ide erre a versenyre. Ők a Riedens szakgimnázium, szakiskola és készségfejlesztő iskolából, a Göllesz Viktor szakiskola, általános iskola, és egy mi, valamint a Báczi Gusztáv általános iskola és készségfejlesztő iskolából, és az Éltes Mátyás általános iskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola Nyírbátorból. És küzdenek nagyon nagy elánnal, és lehet látni, hogy mindenki megpróbálja a saját képességeinek megfelelően azt a sportágat választani, ahol bizony tényleg ki tud tűnni a többiekből. És én azt szeretném elmondani, hogy ehhez hasonló integrált versenyeket úgymond kellene szervezni minél többet, hiszen ezek a tanulók már az épekkel együtt, tehát megismerik, tehát meg kell ismerni egymást ahhoz, hogy el tudják fogadni őket. És én úgy gondolom, hogy ez lenne a valódi integrációnak a célja. És remélem, hogy itt most olyan barátságok születnek meg tehát itt a fair play tudják gyakorolni ezek a gyerekek, és tudják egymást segíteni, ahol kell, és örülni tudnak egymás sikereinek. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!